videófelvételt készítek erről a gyönyörű Pioneer A209R már MOSFET áramkörös, ez a MOS rövidítés jelenti a nevébe, direkt energi MOS áramkör. Tulajdonképpen direktet kikapcsolom, a alaphangja ilyen a készüléknek, gyönyörűen szól. Visszahalkítom, mert az ismert zene az 99%-ba szerző által jogvédett zenei tartalom, és a YouTube-ra töltöm fel a videóm. Sok videómat már letörölt, meg letiltott a YouTube ez miatt, de tényleg egy csoda szép hangú erősítőről van szó. AB kapcsolhatósággal lehet egyszerre 4 hangfallal működtetni, illetve két hangfallal is lehet úgy működtetni, hogy két különböző helyiségbe rakjuk a hangfalainkat, és ahova éppen kapcsolunk, ott fog szólni. 4-től 16 ohm impedanciában működik, távirányítót adok hozzá, full távirányítás jellemzi, ez a Pioneer távirányító, és illusztrálom, adok rá hangerőt, visszaveszem a hangerőt, a funkciókat végigváltam most, egyet előrébb lépett, megint, és vissza. Láthatod, hogy az összes inputot minden kezel, valamint aztán még a mute az, amit tud kezelni, de nem látom most itt hirtelen, a szemüveg nincs. Jó, itt van. Mutingot nem kezel, azt hittem kezeli. A funkcióváltások mennek, ami nagyon fontos. Hangerőt. Hát köszönöm szépen, hogy megtekintetted a róla készült videófelvételem. Illusztrálok még egy dolgot, hogy milyen mély emelése van. Nagyon jó hangja van. És a Loudness nincs bekapcsolva. Most tettem hozzá a Loudness. Aki szereti a mély hangokat, ő neki is teljesíteni fogja a vágyát, mert olyan sok mély hang van rajta, hogy biztos nem fogja kihasználni, nem fogja soha teljesen rátekerni, mert felesleges. Még egyszer köszönöm szépen, hogy megtekintetted róla készült videóm, csalódásmentes választás, és egy nagyon komoly tudású erősítőről van szó, szép állapotban van a teteje is. Igaz, 4 nagyon halványan alig látható talpnyom van rajta, de nem, nincs lekarcolva, nincs összekarcolva, szép állapotúnak mondható. Nagy felbontású képekkel illusztrálom hátulját is, további szép napot kívánok!